Mondják, hogy milyen kicsire az esély, olyan 1% alatt van, hogy még annyi se, hogy egy valahogy egy cápa megtámadja. Én tudom, nagyobb esélyed van megnyerni a lottót, mint hogy egy cápa megtámadja. Igen. Erre hát, most ott egymás után történik. Hát igen, ez most egy kicsit ilyen rossz reklám nekik talán. Egyébként tényleg, tehát az van. Rossz reklám. Csak megölt, cancel. Basszus, ezt már kicsit túltoltuk, egy kicsit fogjuk vissza, mert jó? Ne öld meg, csak tépd a lábát, jó? Sziasztok mindannyian! Sziasztok! Általában hello. Nem szokott ilyen nagyon nagy beköszönés lenni, úgyhogy már is egy vendéggel jelentkezünk, Karát Emillel. Karát Emil tengerbiológus és operatőr az elmúlt évtizedekben bejárt az egész világot, szóval javíts ki nyugodtan, ha valami ilyesmit mondunk, ami nem úgy van. Készített interaktív reggeli víz alatti műsorokat, és olyan helyeken is forgatott, ahol a mai napig dinamittal halásznak. Tengerbiológusként szeretné a gyerekeket is bevonni az óceánok, tengerek megmentésébe. Ehhez keres most támogatókat a Kids for the Ocean projekt keretében. Jól mondtam minden? Jól mondtad, mondjuk nem az egész világot jártam be, csak mondjuk a felét, tehát jól lenne, ha már az egészet. De... Bocsánat. És... Karát Emil, tehát tengerbiológus, profi búvár, díjnyertes filmkészítő, és hát élete rendkívül kalandos. Sokszor egyedüli magyarként vett részt különleges nemzetközi környezetvédelmi projektekben, dolgozott már az Indiai óceánon, a Karib-tengeren, és olyan elszigetelt helyeken, ahol sérülés esetén orvosi segítségre sem számíthatott volna. Nekem lenne rögtön egy kérdésem. Igen. Ez egy gyors bevezető lesz volt. Még sok. Lesz még sok. Azon a kérdés, hogy az emberek általában szeretnek kutyát sétáltatni, szeretnek. Már látunk azt, hogy görényt sétáltatnak, de látok itt egy olyat, hogy sétáltatott már cápát a hónalá csapva, hogy felé legyen a sok hatásból. Ez mit akar? Mi a sztori háttere? Annyi a háttere, hogy az egyik ilyen oceánáriumban hoztak 6 darab cápát, és ezeket úgy repülővel hozzák, Floridából érkeztek, fémládákba, és hát a cápa az sosem kerül egy ilyen zárt helyre, ahol úszni sem tud. Ugyan forgatják ebbe a ládába a vizet, hogy ne fulladjanak meg, na de hát ez egy sok a cápának, hogy most 10 órát egy ládába kell, hogy töltsön, és amikor megérkezik egy ilyen oceánáriumba, amikor ugye bekerülnek a vízbe, akkor gyakorlatilag ilyen teljesen kábult állapotban vannak, és leúsznak vagyis hát inkább lefejelik a medencének az alját, és ott maradnak. Na most, ha volt olyan faj, amelyik, hogyha nem tud úszni, akkor megfullad, volt olyan faj, aminek ez nem okozott gondot, hogyha lent marad, de az, amelyik mondjuk megfulladhatott volna, azt ugye le kellett gyorsan úszni a víz alá, honod alá kapott, de ezek ilyen 100 kilósak, tehát hogy azért nem egy mindegy, egy cápa. Hát, csak mindegy, egy cápának folyton úsznia kell, nem? Hogy levegőt tudjon felvenni a vízből, vagy hogy tehát egy picit így a biológiába így gyorsan akkor belecsapva. Nem mindegyik cápának, tehát amiket hoztak az egyik faj, az a homokitigris cápa. Ő például simán el van úgy, hogy szépen lefekszik az aljzatra. Ő tudja áramoltatni a vizet a kopoltyúin keresztül, így aztán lélegzik. De volt a másik faj, az barna cápa volt, ő például megfulladt volna. És akkor őket szépen föl kell nyalábolni, vagy föl kellett nyalábolni, és akkor egész éjszakot úsztam körbe-körbe velük, és azért lehet érezni, hogy na most egy kicsi élet már úgy van benne, akkor ellöki az akkor ember. Harap. Elmegy magától. És akkor hát jó esetben, igen, rosszabb esetben az volt, hogy hát még ugye szüksége volt a további úsztatás, akkor ő fogta, és akkor neki ment a akvárium üvegének, aztán szépen lement az aljára, akkor megint lemenni, megint fölvenni, úszni, és akkor valahogy így ki lehetett hozni. Én nagyon hülye vagyok, mert én akkor ezt olvastam otthon, hogy úgy értettem, hogy te ébredj fel a sok hatásból. Én elképzeltem a sztorit, hogy azt hittem, hogy valami cápa támadásért, vagy valami... És a cápa valószínűleg... Hát, hogy valami sok hatásért, és átkaroltad. Én fúli képzeltem el. Hát egy kicsit logikusabb. Azt mondtad, hogy szállították a cápát. Igen. Ezt ilyenkor hogyan kell elképzelni, hogy mekkora egy ilyen hely, amiben ez a cápa elfér ebben az esetben? Nyilván ugye a cápának a méretétől is függ, gondolom. Hát a méretétől De mondjuk egy kifejlett cápa, ami mondjuk legyen egy 2,5 méteres példány, annak mekkora területet adnak ilyenkor, hogy az szállítható legyen, hát és ne legyen baja. Gyakorlatilag minimalizálják. Tehát, hogy nem van tud, egy plusz... De hogy nem tud mondjuk 360 fokban megfordulni. Épp azért egyrészt ugye, hogyha
hatalmas nagy tartályokba hoznák, az súly, tehát hogy ezt akkor utána kifizethetetlen uh-huh, egy repülő szállítás esetén. Tehát akkorában hozzák, hogy van egy 10-10 centi nagyjából előről hátulról, tehát hogy nem is tud mozogni. Uh-huh. Hát így lebeg végül is egy helyben. Hát körülbelül. Hát jó, hogy sok kasávodba kerül utána azért. Hát persze. Képzeld, hogy ilyen állapotban legyen 10, nem persze. tudom hány órát, 10 órát jó. akár. Hát Amerikából, amíg mondjuk Európába elér a repülő, meg aztán utána ugye áthozzák az adott helyre, tehát uh-huh. hogy az azért egy, nem tudom, 9-10 óra biztos. Kanyarodjunk vissza egy picit az elejére. Ugye tengerbiológus, és hát Magyarországon sokszor nem halljuk a tengerbiológus szakmát. Hogyan lesz valakiből Magyarországon magyar emberként tengerbiológus, úgyhogy egyébként a tenger elég messze van hozzánk. Ez hogy jött neked? Hát nem túl egyszerű itthon, főleg ezzel foglalkozni. Úgy lettem tengerbiológus, hogy én kisgyerekkorom óta már mindenképp valami állatokkal szerettem volna foglalkozni, meg Afrikába menni, és állatorvos, és valami hasonló. És aztán ugyancsak gyerekkoromtól kezdve én úsztam, versenyúsztam, aztán utána búvárúsztam. És akkor az, hogy búvárkodás, meg víz alatt, meg a biológia, akkor ez valahogy egyértelműsítette számomra, hogy akkor ez tengerbiológia. Uh-huh. Itthon ezt a, még annó, amikor én kezdtem az egyetemet, azért ez nem volt olyan egyszerű, mint manapság. Manapság tényleg sokkal könnyebb helyzetben vannak a fiatalok vagy egyetemisták, hogy találjanak külföldön ilyen képzéseket. Akkor annyi állt a rendelkezésemre, hogy itt az ELTE-n volt egy két éves ilyen alap képzésre a tengerbiológiának, azt én elvégeztem, biológusként végeztem, és aztán utána a diplomamunkámat én már tengerbiológiai témából írtam, és hát utána meg ezzel próbáltam foglalkozni, amennyire lehet. De akkor azt így ki lehet mondani, hogy ezt inkább külföldön lehet tovább fejleszteni? Hát nálunk csak, igen. A magyar tengerben nem alkalmas azért a cápák. Balcsiba a keszegek. Van egyébként olyan ország, tehát mit tudom én, Svájc meg Ausztria, attól függetlenül, hogy ugyanolyan szárazföldi államok, mint mi, uh-huh. ettől még azért foglalkoznak uh-huh. ezzel, mert hogy tehát hogy sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy az óceánok rendben legyenek, uh-huh. mint amennyire esetleg egy olyan ország gondolná, hogy hát nincs tengerünk, meg nincs óceánunk, akkor mi közünk van ehhez, uh-huh. és ez nem így van. Uh-huh. És egyébként milyen készségekre? Tehát mondtad, hogy neked akkor az állatok iránti szeretet, meg az is, hogy elkezdtél úszni, és akkor már a vizet is megszeretted, gondolom, és akkor így jött össze. De hogyha valaki így pályaválasztás előtt van, akkor milyen készségekre van szüksége, hogy te azt mondd neki, hogy akár jó lehet neki egy ilyen tengerbiológia szak, persze külföldön akkor. Milyen készségekre? Hát ha szereti a biológiát, a természetet, akkor és hogyha ez akar lenni, akkor persze menjen. Nem feltétlenül kell ehhez mondjuk búvárkodni. Tehát, hogy választhatja a tengerbiológiának olyan ágát, ez nagyon szerteágazó, amit akár laborba is tud végezni, uh-huh. vagy a felszínen. Tehát, hogy nem muszáj ehhez búvárkodni. Van olyan, amihez viszont hát kénytelen az ember. Tehát attól függ, hogy mit választ tényleg. Ha már búvárkodás lenne egy kérdésem, most jutott eszembe, hogy Ábel, hármunk közül senki nem pánikolós, csak én, a két fiú nem, viszont Ábel egyszer bepánikolt, kapta egy pánikromot. Igen, vízben, búvárkodás igen. közben, azért nem próbálunk ki a búvárkodást, mert Ábel, valaki pánikromot kapott, aki soha nem kap, igen. akkor köszönöm, én nem. Az történt, hogy lementél, és nem mehettél fel, ugye? Hát így van, elmesélem, tehát igazából a búvár, a padi divers, nem tudom, beginner divers ilyen vizsgát végeztem, igen. és annak az a végén volt egy 5 méteres merülés és egy 18 méteres merülés, és a 18 méteres merülés az ilyen júniusban volt Rómában, még azért elég hűvös volt azért lent a víz, igen. és hát eleve kaptam egy olyan buvárruhát, ami nem éreztem, hogy annyira felmelegítene, úgyhogy egész végig reszkedtem a víz alatt, uh-huh. és utána az is közbejött, hogy tényleg rászméltem arra, hogy ott vagyok 18 méter mélyen, nem úszhatok csak így fel, mert ugye akkor nitrogén eltelítődik a vérem, és akkor és tetejében még egy picit le is hagytak a tanáraim, nem néztek nagyon vissza rám, annyit láttam, hogy elől úsznak, én meg ott egyedül ott maradtam, és akkor ott nagyon így le kellett nyugtatnom magamat, nagyon úrá kellett lenni magamon, mert egyébként én valószínűleg ott maradtam volna, hogyha nem tudtam volna egy picit így légzésen keresztül így le nyugtatni magamat, mm-hmm. és pont emiatt én azóta sem merek nagyon visszajönni búvárkodni, pedig iszonyat jó dolog, meg nagyon is élveztem mindaddig a pánik dologig. És bocs, itt a kérdésem az, hogy te nem voltál 18 méteren, és nem mehettél fel. Viszont látunk olyanokat, ilyen freedivers, így mondják, ez a szabad búvárok, uh-huh. akik viszont rekordokat szabad döntenek, merülés. Hogy lemennek, nem ezt tudom, nagyon mélyre. Palack nélkül. És igen, és utána iszonyat gyorsan feljönnek, hogy ez
Igen, csak mi... Ez a kérdés, hogy ez miért? Gondolkodjatok, hogy mi a különbség a kettő közt. Van egy szabadtüdős, vesz egy nagy levegőt, és lemegy, hopp, fölmegy, ennyi. Ő pedig végig ugye egy palackból lélegez. Én mi a különbség? Levegőt, de attól függetlenül ki kell egyenlítenie, nem? Az egyenlítés az egy másik dolog. Az gyakorlatilag az egyenlítéssel a füledet, a középfülbe lévő levegőnek a nyomását vagy térfogatát változtatod, azzal egyenlítesz lefelé, hogy ne szakadjon be dobhártyát, stb. Ehhez nincs köze annak a nitrogén, illetve dekompressziós betegségnek, amit az okoz, hogyha mondjuk 10 méter alatt, most teljesen mindegy, 30 méteren merülsz, és nem tartod be azt, hogy adott mélységbe meg kelljen állni, és ott adott Igen. ideig várakoznod kelljen, akkor ez a plusz nitrogén, ami beoldódik a véredbe, illetve a szöveteidbe, az gyakorlatilag, ha túl gyorsan jössz fel, az olyan, mint egy kólás üveget, mint amikor felnyitsz, hirtelen ugye nyomás alól felszabadul, egyből felbugyborékosodik. És ugyanezt történik a véreddel is, ha túl gyorsan jössz fel, akkor buborékok képződnek a véredbe, ami aztán elindul az eredbe, és akkor az hát nagyon csúnya baleseteket is eredményez. Meg ilyenkor egyébként nem tudom, hogy ti tudjátok, de hogy az is baj tud lenni, hogyha búvárkodás után repülőre szállsz, mert ott is megvan, hogy egy napig nem szabad repülőre hát szállni. Ezek ilyen általános alapszabályok, tehát hogy a merülés előtt 24 óráig nem lehet merülni éppen ezért, mert hogy ott, tehát hogyha fölmész a repülővel, ott még kisebb a nyomás. Egyébként pedig a te esetedre visszatérve, a helyzet, hogy abszolút nem a te hibád az, hogy hogy te ott bepánikoltál, és rosszul érezted magad, hanem az oktatóké. Tehát az oktató, az egy, én azt mondom, hogy az egy nem jó oktató, aki ott hagyja a tanoncát, holott esetleg hát simán látná, hogy te egy kicsit kényelmetlenül érzed magad, hogy te egy kicsit fázol, és az úgy nem jó. Ha figyel rád, biztos, hogy nem lett volna. Meg ugye az is furcsa volt, hogy ugye kérdezgette, hogy minden rendben van, és akkor én már ott adtam a jelet, hogy nem annyira, de... És akkor utána ott hagyott közben? Mentünk tovább, és tényleg így valahogy lemaradtam, úgyhogy ez tényleg egy... Na jó, de tehát hogy ez a legrosszabb, tehát aki így oktatott, igen. Azt nem tudom, én fenékbe rúgnám a helyedbe, hogyha odafigyelt volna, akkor úgy jössz föl, hogy hú, de jó. Igen, maximum fáztál egy kicsit, de hogy nem lett volna ilyen. És mi van, hogyha vészhelyzet? Tényleg vészhelyzet? Oké, te bepánikoltad. Mi van, hogyha vészhelyzet van, és nem lehet azonnal feljönni, de valakinek ott, mit tudom, szívrohama van, vagy bármi. Ez a szívrohama, nem. Jó, hát pánikroham. De ha tényleg, bármikor lehet egy igazi vészhelyzetet, hogy valami problémád van, akkor mi van? Akkor van olyan, hogy fel lehet vinni, és valami módszer arra, hogy ha nagyon gyorsan... Hát ugye sokféle helyzet van, ez mindig az adott helyzettől függ. Egy az, hogy sosem merülsz egyedül. Tehát mindig van minimum egy merülő társad, aki figyel rá, te meg ő rá. Ha bármi baja van, nem tudom, elfogyott a levegője, megvannak a kézjelek, amivel tudtul adott, hogy neked ez a problémád, ő pedig szerencsés esetben oda is adja az ők is. Ez a vávonogatás. Na hát így állsz. Tanítják azokat a technikákat is, hogy ilyen esetben mit kell csinálni. Egyébként az ilyen pánikrohamot azt úgy, illetve, tehát hogyha bepánikolsz és elkezdesz fölferrongyolni, mint a nem tudom micsoda a felszínre, akkor ha lett volna ott veled valaki természetesen, akkor az a legjobb, hogy elkapja a grabancod, vagy az uszonyod, vagy amit elér, és nem enged föl, hanem lelassít, és aztán megpróbál lenyugtatni, ha lehet, akkor ugye eltöltitek ott azt a kellő időt, amennyit kell. Ez kellett volna, hogyha mondjuk erre nincs mód, és nem tudom, elfogyott a levegője, és neked is, és aztán akkor fel kell jönnöd, akkor hát ez azért sok mindentől függ, hogy mennyi nitrogén oldódott be ugye a szervezetedbe. Mennyit voltál lent, nem? Hogy mennyi attól is? Milyen mélyen voltál, és ott mennyi időt töltöttél lent? Mennyi időt mulasztottál el abból, amennyit lent meg kellett volna ugye állnod az adott mélységbe? Jó esetben azért vannak ilyen nyomáskamrák, és akkor ilyenkor az emberkét, amilyen gyorsan csak lehet ilyen nyomáskamrába berakják, nyomás alá helyezik, és akkor ott 5-6 akárhány óra alatt veszik le szép lassan a nyomást róla, és akkor utána kijöhet. Beszéltünk a mélységekről itt. Neked például tengerbiológusként megvan, hogy minél mélyebbre mész, akkor ott sokkal érdekesebb dolgok vannak, vagy pedig ugyanúgy megtalálod például egy 5 méteres mélységben az új extra dolgokat. Nyilván helyszíntől is függ, csak hogy ugye az óceán, a vizeinket 5%-át ismerjük így az egész világon, hogy ilyenkor benned van az, hogy
hogy jó, akkor esetleg, hogyha mélyebbre megyek, és megpróbálom tovább feszegetni a határaimat, akkor ott találhatok olyan dolgot, ami ilyen kicsit ilyen áttörő. Vagy mit keresel-e? Nem, tehát én már azon szerintem túl vagyok, hogy tovább feszegessem a határaimat. Csak akkor érdemes mélyebbre lemenni, hogyha ott van valami olyan, ami miatt érdemes. Tehát, hogy mit tudom én, volt a Szent István csatahajó például, és akkor azt annak a nem tudom, hanyadik, az a monarchiának volt a legnagyobb csatahajója. Gyakorlatilag annyi volt az élet úgy, hogy kifutott a kikötőből, aztán egy ilyen két fős kis olasz naszát kilőtte, és akkor ő elsüllyedt. Azt ugye egyrészt filmezni is kellett, meg hát a koszorúzás miatt ugye oda le kellett menni. Tehát, hogy azért vállalja be az ember, hogy most ő 72 méter mélyen van a tengerfenekén. Tehát oda már nem is levegővel mész, hanem volt 6 palack. Mi volt a legmélyebb? Volt a legmélyebb, ez a 72. Volt 6 palack rajtunk, egyikben sem nem sűrített levegős palackok voltak, hanem az egyik az ilyen hélium-oxigén keverék, a másik palackokban pedig nitrogén és levegőnek a megfelelő keveréke volt. Nem is szabadott összecserélni, mert különben... Mi a különbség, hogyha valaki... Mi a különbség, tehát egy általános fülnek ez mit jelent, hogy egyikben nem sűrített levegős van? Nem, hanem hát hosszú elmondani, de megpróbálom. A lényeg az, hogy a levegőben a nitrogén az durván ilyen 80% és mondjuk 20% az oxigén. Nem egészen pontosan így van, de nagyjából. És a lényeg az, hogy ahogy merülsz lefelé, ezeknek a gázoknak a parciális nyomása egyre nagyobb lesz. Jobb. Ugye mondtam? Tehát azért nem akartam én. Na mindegy. A lényeg az, hogy az okozza a mélységi mámort, amikor lefele mész, hogy a nitrogénnek a parciális nyomása elkezd, tehát hogy nagyobb lesz, és akkor ettől egy ilyen bódult állapotba kerülsz. Olyan, mintha jó berúgtál volna, ami mondjuk nem túl szerencsés a víz alatt, mert akkor elkezded a levegőt a halaknak adogatni, ahelyett, hogy mondjuk... Isten. Nem biztos, tehát hogy mindenkire másképp hat. Na és a lényeg, hogyha ezt a nitrogént, ez egy nehéz gáz, ez kicserélet héliumra, ami viszont egy nagyon könnyű, akkor ezt a nitrogén narkózisnak hívott jelenséget, ez kiküszöbölöd. Tehát, hogy nem leszel kvázi részeg, és pontosan tudod, hogy mit csinálsz adott mélységbe. Viszont abban, amiben ez a hélium-oxigén volt, ott az oxigén mennyiségét is csökkenteni kellett, mert egy bizonyos mélység után, ha az oxigén parciális nyomása megnövekszik, akkor viszont mérgező az emberre. Na, szóval tehát ez egy elég... Sok mindenre kell akkor odafigyelni az ember. Igen, tehát hogy ez egy bonyolult, én tudom folytatni még, tehát hogy valószínű, sok nézőt vesztünk. Minek rúgtunk pedig bulikra, szerezünk két ilyen palackot. Nem, mert lemegyünk 70 méter mélyre. Nem is kell, előtte egy kicsit ott szivogatunk, és... Nem biztos, hogy jó. Erre tudtam volna egy pikáns példát mondani, de lehet, hogy inkább és ilyenkor most nem. Semmi félelem? Mondjuk egy ilyen 70 méteres merülés bocsánat, előtt. Bocsánat, 70 méter mélyre még 72. leér a fény? Vagy meddig 200, körülbelül 200 méterig. Aha. Annyi, hogy ugye a színek kezdenek eltűnni, de ez már a felső, nem tudom, mondjuk 30 méterig eltűnik először a piros, aztán a sárga, és akkor a végén már csak ilyen kékes-szürke marad minden, de ha van lámpát természetesen, és megvilágítod, akkor persze, hogy látod. De ez milyen para? Igen. Hogy akkor csak ott látod a színeket, ahol megvilágítod? Rendesen. Ez érdekes. Hát amit látsz, tudtam. Mondjuk ott egy hal, amit hát ilyen valami szürkének látsz. És megvilágítod, és kiderül, hogy ilyen iszonyat ragyogó, lehúzzák piros. Lehúzzák a szaturációt addig, amíg nem nézel. Igen. Szerkesztő. Igen. És téged inkább az élővilág szeretete vitt erre a pályára, a környezetvédelem, vagy a kalandvágy, ami inkább ide vonzott téged, hogy ezt a szakmát válasz? Szerintem ebben mindegyik benne van. Aha. Hát biológusként persze adta, hogy az élővilág szeretete. Persze. Ez mindig kalandos azért, hogyha most nem egy laborba kell kütyülnöd. Akkor hanem... te ezt akartam kérdezni, hogy te laborba, inkább nagyobb részben vagy laborba, vagy akkor inkább kültéren. Tehát nem, én megpróbáltam, sose szerettem nagyon a mindenféle labor kísérleteket és vizsgálatokat, úgyhogy azt így megpróbáltam kerülni, amíg a csoporttársaim, mondjuk a lányokra volt jellemző, hogy ők inkább ott kütyültek, műtyültek. Én akkor kimentem az Adriára, és akkor irogattam a víz alatt a korallokról valamit. És most a karrierének hány százalékát teszik ki az operatőrködés, így, meg a buvárkodás?
Hát, ezt most így nehéz megmondani, hogy... Kb. Amikor megyek ilyen projektekre, ahol mondjuk koraszírteket mentenek, meg ilyen hasonlókat, akkor azért filmezek is erről, uh-huh. akár annak a projektnek, akár nekünk. Úgyhogy amikor ott a víznél vagyok, akkor benne van felefelébe az, hogy filmezek is, meg, uh-huh. meg mint biológus is vagyok. Hát itthon, szóval azért nehéz ezeket mindig, nem is megtalálni tök könnyű az ilyen projekteket, de hát mivel ki kell utazni, ott kell lenni, stb., ez ugye mindig azt jelenti, hogy pénzbe kerül. Általában ezeket nem szokták fizetni, tehát önkéntes alapon megy oda az ember. Aha. Tehát azért össze kell gyűjteni előtte a megfelelő kis pénzecskét ahhoz, és ott, hát ez azért nehezíti a dolgot. De akkor nem is tartozol semmilyen ilyen alapítva, vagy nem tudom, hogy működnek, vagy egy ilyen kutató intézethez, nem. Akik pénzelik ezeket a dolgokat, hanem ez teljesen szinte ilyen freelancer-szerű. Így van. Tehát én szabadúszom, illetve hát van ez az egyesületünk. Szó szerint szabadúszom? Igen. És akkor hogy térül meg? Tehát, hogy... Megtérülni? Hát ez ilyen szív. Nyilván ez egy hivatás, abszolút, de hogy mégis, tehát ez valahol, gondolom, nem csak mínuszba mész. Azt mondom, hogy de. Oh. Sajnos, ez tök jó lenne, nem mínuszba mennék. Ez ilyen szívügy, tehát hogy az tök jó, hogy aztán utána hazajössz, mit tudom én, az Indiai óceánról, és azt mondod, hogy na, ott azt a szétesett koralszirtet egy kicsit megpróbáltad ott helyreállítani, és majd persze most még ebből túl sok nem látszik, de lehet, hogy majd 20 év múlva azért már az én munkám eredménye is látszik. Tehát, hogy hát... Akkor úgymond ezt más dologból kell megfinanszíroznod. Igen. Wow. És említetted, hogy Indiai óceán, hát igen, hogy ez. Megy mindenhol a reszt reklámozzák, hogy mentsük meg az óceánokat, meg ne dobáljunk szemet az óceánba, és pont ilyeneket nem támogatnak. Hát tehát, hogy azért ez... Itthon ez nehéz, tehát hogy mondjuk más... Magyarországnak nincs sok hozzáfűződése. Igen, más nyugati államok, a hozzáállásuk sokkal másabb egy ilyenhez. Egyébként... Gondolom, egy Skócia azért támogatja bőven. Hát most akár egy Svájcot is mondhatnék, Svájc, vagy bármi. Itthon még nagyjából egy ilyen 21-22 évvel ezelőtt próbáltam egy ilyen tengeres sorozatot, mármint filmes sorozatot indítani, és akkor hát próbáltam támogatókat keresni, és hát az volt a hozzáállásuk, hogy mi közünk van nekünk tengerhez. A tengerhez? Aha. Jó, oké. Eltelt közben 25 év, és aztán megpróbáltam ugyanezt most, gondolván, hogy azért csak változott a hozzáállásuk így akár a cégeknek, és az első, lehet, hogy hát vagy én nem tudom magam, vagy nem magamat, hanem magát, ez a célt jól reklámozni, aha. De hogy ugyanez volt a válasz. Komolyan, 25 év után mi közünk mi az óceánok. És akkor néztem, hogy ilyen dokufilmek, a kedvencek, amik a tenger, vagy tényleg az űr, ami tényleg amiről nem tudunk nem ismer sokat az ember. Igen, és az a szomorú ebben, hogy oké, hogy nincs tengerünk, de hogy lejárunk mi is ugyanúgy, meg hogy te most mondtad. Hát, hogyha a tenger szinte elkezd emelkedni, akkor igazából mindenkinek rossz. Hát ugye? Emelkedik is. Hát persze. Hülye hozzáálláshoz. Csak mert szóba hoztam, hogy véletlenül az világűrt és a tengert, és hogy ez tényleg igaz, hogy kevesebbet ismerünk a tengerből, óceánokból, mint a világűrből? Hát a helyzet, hogyha ha csak azt nézitek, hogy mondjuk a Holdra, ha jól tudom, akkor egy 12 ember lépett, az óceán legmélyebb pontjára Mariana árokban pedig 3 ember volt. Tehát, hogy negyed annyian voltak ott lent, mint a Holdon, és a mi kis planétánk. Aha. Tehát, hogy nagyon keveset tudnak róla, és hát persze próbálják ezt feltérképezni, de hát még bőven-bőven van, amit így... Mi a legijesztőbb dolog szerinted, amit eddig találtak így az óceánokban? Akár ilyen, léteznek például szerinted, mert egyik adásban beszéltünk erről, hogy ilyen megalodon, hatalmas szápák, hatalmas tintahalak, hogy valami, ez reális lehet? A hatalmas tintahalak azok léteznek, azt tudják, tehát hogy az a... Hát megalodon még nem találtak, csak persze. Ezt nem sétáltak. De egyébként baromi érdekes dolgokat fedeztek föl, nem is túl rég, tehát mit tudom én, talán 2 évtizedet tudnak arról, ez mondjuk mélytengerekkel kapcsolatos, hogy amikor mondjuk egy bálna elpusztul, és lesüllyed
a tenger fenekére, akkor ezen a bálnán egy egész életközösség hónapokig ott csámcsog és táplálkozik. Hát először jönnek mindenféle mélytengeri cápák és angolnák, és nem tudom mi, azok szépen leeszik ott a bálnának a húsát, de amikor már csak a csontváza marad, akkor például olyan férgeket találtak, úgy hívják őket, hogy zombi férgek, amiket addig abszolút nem ismertek, és csak is kizárólag ezeken a bálna csontokon találhatók, és úgy néznek ki, hogy hát ilyen kis lárva állapotba sodródnak a vízzel, és amikor találnak egy ilyen bálna tetemet, vagy csontot, akkor ott megtelepednek, és mint egy ilyen, nem tudom, mint egy növényhez hasonlóan belefúrja a csontnak az egyik felén magát ez a kis férgecske, azon a felén kvázi, mint hogyha gyökere teresztene, ott szipókázza ki a tápanyagot a bálnacsontból, és a másik oldalon kifúrja magát, és ott meg ilyen tollai lesznek, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy pálmafa, amivel meg lélegzik. Ezek mind nőstények először. És aztán akik meg lekésnek erről a csontra a telepedésről, azok viszont hímként folytatják úgy az életüket, hogy parazitaként ennek a nőstének a testébe telepednek, és több mint 100 hím lesz aztán egy ilyen nősténybe. És hát ilyeneket tényleg csak ott fedeztek fel, és az a meglepő, hogy azt gondolná az ember, hogy mit tudom én, hát olyan ilyen bálnacsont, az most mikor süllyed le meg, hogy persze. És aztán úgy nagyjából kiderítették ott a kutatás során, hogy nagyjából ilyen 15 kilométerenként van egy-egy szett tetem a tengerfenekén. Na mindegy, ez csak ilyen érdekesség, hogy hát most nem is kell őrületes nagy állatokról tudnunk, hogy a megalodon, vagy nem tudom micsoda, hanem vannak egy csomó olyan élőlény persze, amiről... Pont tegnap néztem egyébként a National Geographic-nak a Bálnák nyomába című sorozatát, és ott is már csak az első évad első részében már az van, hogy egy csomó ilyen újdonságot fedeztek fel a gyilkos bálnák viselkedéséről, hogy gyászolni is tudnak, hogyha meghal az egyik családtagjuk, vagy hát így a csoportban egy csoporttagjuk, akkor gyászolják az adott bálnát, az anyuka még egy csomó ideig tolja maga előtt a hogy mondják, bocsokat? Borjakat. És azt is, hogy például volt egy ilyen, hogy a búvárnak egy ráját elkaptak a gyilkosbának, és a búvárnak adták, hogy tessék, egyél te is belőle. És ez egy ilyen először videóra felvett dolog volt, és hogy ilyen nagyon hihetetlen volt ott a műsorban szereplő embereknek is, hogy ilyen megtörtént, hogy ennyire egyébként barátságosak, még a gyilkos bálnák is, akik a apex predátorok így a óceánba, de hogy még ők is így az embert valahogy úgy felismerik, hogy ők is egy intelligensebb lény, lehet, hogy van valami ilyesmi, hogy a bálnákkal? Felismerik persze, tehát hogy embert tudtam, még nem támadtak meg. Tehát hogy azért felismerik, hogy ők nem azok, akikre mi vadászunk. Mm. Én merültem sok delfinnel, tehát volt ilyen 400 fős csapatba is merültem, meg volt olyan, ami akkor ott épp etették egy ilyen, hát nem túl átlát, vagy nagy látótávolságú vízben, 3-4 méterről lehetett csak őket meglátni, és aztán azok palackorú delfinek voltak. Uh-huh. És ott lehetett látni, volt a matriárka, tehát az a nőstény, aki vezeti a csapatot, a legöregebb, a legtapasztaltabb, és aztán hát látta, hogy valaki van itt a vízbe, és abszolút láttam, hogy háromszor így körbeúszott, és folyamatosan figyelt, hogy most ő veszélyes, vagy maradhatunk-e, vagy nem. És amikor úgy gondolta, hogy oké, akkor odajött a többi, és aztán ott táplálkoztak. Aha. Tehát ugye teljesen a szeméből lehetett aztán látni azt, hogy ő, hát hogy egy értelmes latról van szó. Volt valami veszélyes élményed eddig? Mondjuk, ha volt is, mondjuk a legbeszélyesebbről tudsz olyat mondani? Ami egy ilyen, hú, ezt épp majd megúsztam, szituáció volt? A legveszélyesebb az igazából nem, tehát akkor 6 éves voltam, az volt a legveszélyesebb. Oh. Akkor már úsztam is, meg hát persze akkor még nem búvárkodtam, de hát a nagymamáméknál ott a strandon, vidéken, ott mindig a víz alatt bújtam, és akkor ott ki se tudtak húzni a vízből. Mm. És akkor
egyszer sikerült úgy a szomszéd kisfiúval bemennünk a vízbe, kitaláltuk, hogy nézzük meg, hogy megy le a víz a medencébe. És akkor hát ezt annyira sikeresen tettem meg, hogy én is lefolytam a lefolyóba. Baszki. Amit általában hát nem nagyon élnek túl. Nem szokták ezt elmesélni, igen. Igen. Én túléltem, mert mindegy, volt egy zsilip, amit ugye felengednek, akkor megy a víz, leengednek, nem megy a víz. Ha annyira nem húzták volna föl, hogy én átférjek alatt, akkor ott maradok, mert visszafele. Tehát olyan szívó ereje volt, olyan sodrás, hogy esélytelen, hogy most te visszafordulsz. Főleg 6 évesen. Ja. És akkor annyi volt, hogy átfértem el ez alatt a zsilip alatt, és aztán egy ilyen a strandnak a legvégén, a Bozótosban volt egy ilyen ülepítő akna, ahol aztán ott fel tudtam állni, meg volt levegő is ott. És akkor két ilyen kabinos néni így kihúzott, és akkor vitt a nagypapához, hogy hát hoztuk az unokáját, én belőlem meg így ömlött a vér mindenhonnan. Tehát, hogy ennél veszélyesebb kalandom a tengerben nem volt, tehát, hogy nem. Erre gondolom, itt a cápákra gondolt, vagy esetleg valami. Bármi, amikor, mert én mondjuk, ha elmegyünk a tengerre, most hajóztunk nemrég a Barnival, az Adrián, és amikor így elúszok a hajótól, és egy kicsit buvárkodok, hát kicsit egy méterre, két méterre menegyek. Jó, ez az én hülyeségem, de ha így körbenézek, mindig azt várom, hogy valami, baszki, nehogy így mindig fel. Mindig hátra Adrián, nézek. Adrián, most ekkora kis maska cápák. Nem, van nem, ez most csak azért, de nem kellett megijedni. Az Adriában van nagyjából 50 faj, mármint cápafaj, és nagyfehér cápa is van. Komolyan? A legnagyobb az volt már ilyen, hogy láttak így a part közelben? Nem buszkálom, nem megyünk. Hát a legnagyobb fehér cápát ott Horvátországba fogták ki, pont véletlenül, mert hogy beakadt a hálóba, aha, tehát hogy nem akarták, ez már ilyen, nem tudom, 40-50 éve volt, nem tudom pontosan. Amúgy van, hát azt hiszem egy vagy kettő, és mivel annyira kevés van, ezek külön nevük van, vigyáznak is rá. Inkább az olasz partoknál látták őket, de hogy ott is van, hát az egy mérsékelt vizekben lévő cápafaj, tehát hogy abszolút előfordulhat ott is. Annyi, azért van annyira kevés, mert ők ugye inkább tengeri emlősöket, tehát fókákkal meg delfinekkel táplálkoznak. Az Adriában meg azért annyira kevés van ebből, hogy hát maximum egy vagy két egyedet, ha képes eltartani. De hát azért ritkán mennek ki a partra, tehát kerülik a part közelt. Úgyhogy ha cápát látnál, annak csak örülni lehet, hogy hurrá láttam. Tehát, hogy azért... Ez jutna először eszembe. Nekem is. És ezt hogy jaj, itt fejét szállom. De jó, végre. Jaj, de jó, végre. Sétáltatom egy kicsit. Nem, egyébként tehát nagyon sok dolgot lehet olvasni, mint egy medvetámadás, hogy akkor mit kell csinálni, itt azt írják, ott azt írják, ha egy cápával találkozunk, véletlen, ne legyen ilyen. De azért mondjuk most Egyiptomban ugye volt két cápatámadás, Egyiptomban szem. Most volt egy pár egymás után egyébként. Hát igen, tehát, ez... Mondják, hogy milyen kicsire az esély, 1% alatt van, hogy még annyi se, hogy egy valahogy egy cápa megtámadja. Nagyobb esélyed van megnyerni a lottót, mint hogy egy cápa megtámadja. Erre hát, most ott egymás után történik. Hát igen, ez most egy kicsit ilyen rossz reklám nekik talán. Egyébként tényleg, tehát az van. Rossz reklám. Csak megöltek. Cancel. Basszus, ezt meg kicsit túltoltuk, egy kicsit fogjuk vissza, mert jó? Ne öld meg, csak tépd a lábát, jó? A helyzet az, hogy évente ilyen 60 és 100 cápa támadás történik. Az egész világon. 79 Ausztráliában, mert minden. Nem, egyébként a legtöbb Amerikában fordul elő, és akkor utána jön Ausztrália, meg utána Dél-Afrika. Bocsi, ebben benne van az is, amikor mondjuk valaki elmegy ilyen ketreccel, leengedik, és akkor benne van. Megkülönböztetnek provokált, meg nem provokált cápatámadás. A provokált az, amikor, mit tudom én, mondjuk egy horgász horgára akad, és akkor ott kihúzza, vagy igen, harcol vele, és akkor megharapja. Tehát az is benne van, meg az is, amikor tényleg csak ott úszol, és aztán megtámad. De azt mondják, hogy amit ti is mondhatok, csak éppen ez egy másik hasonlat, hogy nagyobb esélye van, hogy mondjuk belé csap a villám, mint hogy megtámadjon egy cápa. Úgyhogy ez ahhoz képest, hogy tényleg hány millióan lépnek be a tengerekbe, az a 60-70 támadás, az csekély, nagyon elenyésző, és hozzáteszem, hogy ebből csak 4-5, amelyik halálos. Tehát a többit megúszák, általában az van, hogy mondjuk egy ilyen strandos partszakaszon, ahol hullámzik a víz, fölveri a homokot, vagy bármi az ajzatot, ahol a látótávolság mondjuk nem túl nagy, és a cápa az éppen arra úszik, ő másképp nem tudja megnézni, hogy te egy
nem tudom, jó kis makréla vagy, vagy egy uh-huh. fóka, vagy épp egy, vagy valami más, csak úgy, hogy, hogy harap, tehát hogy nincs kezelába, amivel igen. tapogatna. Általában tehát a támadásoknak a leg, a zöme az ez, hogy, hogy téveszt a cápa. Uh-huh. Vagy például egy szörfes úszik a víz tetején, alulról az úgy néz ki, mint mondjuk egy teknős vagy egy igen. fóka. És megtámadja, annyit csinál, hogy beleharap, rájön, hogy ez nem az, amit én akartam, és el is tűnik. Tehát nagyon sok ilyen cápa támadott ember arról számol be, hogy valamit érzett, hogy jaj, belenyílalt valami a lábamba, oda néz, semmit nem lát, maximum ugye vérzik. Lábat se. Hát az a szerencsétlen eset, hogy mondjuk ott hagyja a cápa, tehát nem marcangolja szét, csak hogyha mondjuk egy ilyen, ha eléri nagyjából ugye a 2 méteres host a cápa, és attól függően, hogy mondjuk hova harap, akkor képes uh-huh. akkora roncsolást okozni. Mondjuk egy főverő uh-huh. eretér mondjuk a, uh-huh. a harapás, akkor nem attól halsz meg, mert szétszedett, hanem attól, mert egyszerűen 3 perc alatt kivérzel. Persze. És mi a teendő? Tehát, hogy ahogy előbb is elkezdtem, igen, csak elgondoztunk. Igen, odáig nem jutottunk el. Igen, mi az, amit... Van ilyen, hogy azt hatták mondani, hogy orba kell ütni. Hallottam már ezt is, utána hallottam, hogy ez nem jó, meg hogy hogy ütsz orba egy cápát, tehát össze-vissza hallunk mindent. Mi az, hogy búvár, mondjuk ha te találkoznál véletlenül... Nem bántja a búvárokat. De hogyha de ha mérges, már, rossz napja ha meg van. Kell védeni magad, mi a... Halottnak teheted magad a nagyon ritkán van olyan, hogy mondjuk van olyan cápafaj, ami territoriális, belépsz az ő kis területére, ami nincs kijelölve, tehát hogy nem tudod, hogy ott vagy. Nem pisili körbe? A helyzet ugye a viselkedéséből is lehet látni, hogy ez a viselkedéséből, aha. a test tartásából is lehet látni, hogy ez kicsit agresszívebbnek tűnik, mint ahogy ez kéne. Általában semmi baj nincs velük, de hogyha uh-huh. netalántán, tehát ahhoz, hogy csökkentsük a támadásnak az esélyét, az is egy jó módja, hogy nem egyedül vagy, hanem csoportba. A csoportba vagy, akkor már sokkal kisebb eséllyel fog megtámadni, mert az már neki ott az túl sok. Uh-huh. Ez olyan, mint a nagy csapathalak is úgy védekeznek a ragadozók ellen, hogy egy nagy kupacban vannak igen. sokan. Tehát, hogyha többen vagytok egy kupacban, az már csökkenti. A másik az, hogy mondjuk nem tudom, nem viselsz csillogó nyakláncot, meg fülbevalót, meg ilyesmit, uh-huh. mert ha az megcsillan ő neki, az olyan, mint hogyha mondjuk egy halnak a pikkely csillana, uh-huh. tehát rámegy arra, hogy húgott egy hal, aztán közben nem az. Meg ha jól tudom, a cápáknak ugye van ez az oldalt, ez az áramvonalas érzékelőjük is, ami úgymond nagyon messziről tudják érezni az adott mozgást például. Nem tudom, az pontosan, hogy hogyan működik. Az oldalvonalukkal is érzik, azt így van kicsit távolabbról, amikor már nagyon közel vannak, akkor van az orrukban ilyen pórusok, amilyen mm-hmm. zselével feltöltött kis pórusok, úgy hívják, hogy Lorenzini ampullák, azzal pedig a leggyengébb ilyen elektromos teret is érzékelik. Mm-hmm. Tehát hogyha mondjuk a homok alatt egy lepényhal, vagy bármi halacska rejtőzik, akkor ő... Akár a szívverését is. Így van. Így az embernek a szívverését is érzékelik, uh-huh. illetve a szívverése által keltett kis elektromos teret érzékelik. Tehát, hogyha nincs látott távolság abban a vízben, akkor is tudja, hogy azért ott uh-huh. valami ott van. És mi zúl a vérrel? Mert ugye én most már egyszer azt mondják, hogy hogyha a cápa megérzi a vért, akkor arra rámegy, akkor valaki azt mondja, hogy a vérrel nem történik semmi. Hogy nyilván szaga van. Hát alapvetően én azt mondanám, hogy ragadozók, és nagyon sokszor úgy találják meg az áldozatot, hogy az vérzik, és akkor persze hát ő megpróbálja, hiszen uh-huh. ez a dolga. Tehát amikor, nem tudom, Dél-Afrikában fehér cápáztunk, akkor ott úgy csináltuk, hogy hoztunk a piacra egy egész nagy egy hordónyi marhavért uh-huh. mindenféle húszafatokkal, és akkor a vért az szépen ilyen kis merő, nem kanál volt, egy merő pohárral öntögettük be a vízbe, és akkor az áramlat az elviszi szépen a vért, és hogyha beleúszik abba a szagfolyamba, vagy nem tudom, hogy mondjam, a cápa, akkor utána szépen persze megtalálja uh-huh. annak a forrását, és akkor úgy tudtuk kvázi magunkhoz csalogatni a cápákat. Uh-huh. Úgyhogy hát persze, hogyha mondjuk vérzik az ember, igen, ez is az egyik megelőzési technika, hogyha valami olyan seb van rajtad, ami friss, és nem tudom, nem mondjuk kintszerezted a szárazföldön, de azért még lehet, hogy ebből vérzik egy kicsit, vagy valami, akkor inkább lehet, hogy kihagysz két napot, és akkor utána mész be. Tehát, hogy persze ezzel is csökkenthetjük.
És például azt mondtad, hogy az Adriában ugye tudják, hogy van most mondok, egy számot, kettő-három nagyobb cápa. Azt ilyenkor, mert pont láttam egy videót erről a napokban, hogy a bálnáknál például vannak drónok, amik fölé repül a bálnának, és rádob egy ilyen azonnal rátapadó nyomkövetőt. És ugye ezzel tudják követni őket szerte a világon. A cápáknál is van ilyen monitorozási lehetőség? Pontosan. Hogy valahogy megjelölitek őket? Hát a helyzet az, hogy régen, jó néhány évtizeddel ezelőtt úgy védekeztek a cápatámadások ellen, ez Ausztrália és Dél-Afrika partjainál volt leginkább jellemző, hogy cápahálót húztak ki. Igen. A strandoktól, nem tudom, néhány száz méterre, és akkor drasztikusan csökkent is ott a cápatámadásoknak a száma, viszont annyi nem csak cápa, delfin, teknős, mindenféle állat ugye belegabajodott ezekbe a hálókba, hogy olyan pusztítást is végzett ott az állatok között, hogy aztán utána azt mondták, hogy lehet, hogy talán valami másféle metódus kéne találni arra, hogy védjük a cápákat is, meg persze az embereket, és a mai modern technikával már pontosan ezt csinálják, hogy rádió, tehát ilyen, igen, mégis műholdvevők is készülékkel megjelölik a cápákat, akár fehér cápa legyen. Amerikában ezt már abszolút csinálják, és akkor gyakorlatilag nyomon lehet követni, hogy éppen most melyik partszakaszon és hol jár, és akkor tudják figyelmeztetni ott a fürdőzőket, hogy ha itt most akkor éppen ne menjetek be, és aztán akkor ennyi. Így se az állat nem pusztul el, és nem lesz baleset sem. Ez tök jó. Szerinted mi a leglenyűgözőbb állat egy óceánban, a tengervizében? Mi az, ami a kedvenced, vagy legjobban lenyűgözött téged? Nehezen tudnék olyat mondani, ami nem nyűgözött le. Vagy, szóval, tehát, hogy talán egyiket sem mondanám, hogy ez jobban lenyűgözött, mint a másik. Mindegyik más szempontból volt tök jó. Tehát, hogy nem tudnám azt mondani, hogy most én nem tudom, a cápák jobban lenyűgöznek, mint a medúzák, vagy valami. Mondjuk a medúzáktól. Merültünk pont a Covid előtt Pápuán egy olyan szigeten, aminek a belsejébe horpadt, és akkor ott egy félig édesvízű tó keletkezett, és az tele van medúzák, ami éjszaka lemennek, nappal följönnek, és aztán így váltogatják a kis helyzetüket. És közöttük úsztatok? Vagy? Közöttük úsztunk, ezek nem olyan medúzák, amik szanaszét csípnek. Egy nagyon picit lehet érezni, de hogy búvárruha nélkül be lehet hozzájuk menni, és hát nagyon jól néznek ki. Én Horvátországban voltam egyszer edzőtáborban, nektek már szerintem mondtam, és kajakoztam 9 évig, és edzőtáborban voltunk, és tehát két hetes edzőtábor volt, és csak az egyik nap annyi medúza jött fel valamiért, de a többi napon nem, hogy fú, remektem, féltem kajakozni, mert lenéztem, és mindenhol kisebb, nagyobb medúzák, szétágazó, és akkor voltam 13 éves, és az volt a poén, hogy a nagyok, a gyökerek, azok lapáttal, amik feljebb voltak, közel voltak, azt lapáttal felszedték, és ránk dobálták a kisikre. Ezt nagyon rossz embernek mondtam. Nem. Hát igen, ez egy rossz vicc, attól függően persze, hogy milyen medúzák voltak. Tehát, hogy még ami nem is csíp annyira, de hozzácsapják, még azt jobban megérzed egyrészt, másrészt meg, hogyha mondjuk olyan medúzák lettek volna, ami mondjuk ez nem az Adrián történik, hanem nem tudom, Ausztrália partjainál, és egy-két ilyen kocka medúzát hozzád vágnak, akkor az gyakorlatilag meghalsz. Ja, igen. Akkor igen. Tehát, hogy az nem egy jó vicc. Egyébként tehát ilyenek előfordulnak, tehát amikor ez a Karib-tengeren volt, ott is a 100 napot töltöttem ott, és akkor, amikor minden nap merültünk, ezt a interaktív adást készítettük, akkor talán a 100 nap alatt kétszer volt ilyen, hogy mielőtt bementünk a vízbe, ott mondták a helyiek, hogy most vegyünk fel neoprén ruhát, tehát búvárruhát, mert hogy tele van, és azok csíptek is, mert hogy normálisan annyira meleg volt a víz, hogy igazából semmi. Nem nagy, hát ilyen rövid, igen. De abban az esetben föl kellett venni, mert az áramlatot kihozott, vagy hát arra sodort egy csomó medúzát, és akkor... Ezek a medúzák, ezek annyira ilyen
ilyen misztikus, rejtélyes állat. Tudnak úszni, vagy csak az áram viszi? Tudnak úszni, persze. Nem, abszolút tehát, aktívan tudnak úszni. Csak hogy nagyon sokszor kisodródnak a parthoz, és... Hát nagyobb, ezt... tehát nem túl jó úszók, de ettől tudnak úszni, tehát azért ahova akarnak, eljutnak, de az előfordul, hogyha part közelben vannak, és mit tudom én, egyszerűen a hullámzást, azt már azért nem tudják leküzdeni, és akkor persze kidobja a partra. De nekem az a fura, amikor rádobták a kajakomra, mondjuk nem találtak el, és akkor utána az ott szépen lassan becsúszott, vagy lelögdöstem, olyan volt, mint egy ilyen, az egész állat, mint egy zsebkendő körülbelül, amit eláztatsz teljesen, épp hogy szét nem szakad, és hogy lehet ez egy élő lény? De most komolyan. Hát hogy... ennek a 90-valány százalék az víz a medúzának. Volt a kisedem, aki poénja, hogy akkor mi a maradék 8-10 százalék? Hát az medúza. Az a medúza. Igen. Jaj. Milyen, te ilyen projekt alapokon dolgozol, és mik azok a dolgok, amiket tanulmányoz egy tengerbiológus, milyen eszközökkel tanulmányoz egy tengerbiológus, minden egyes külön ilyen projekthez mást visztek magatokkal a tengerre, hajóra, vagy ezt hogy kell elképzelni? Gondolom. Szóval igen, tehát hogy attól függően viszel felszerelést, hogy mit fogsz csinálni. Én amilyen projektekben legutóbbi időben részt vettem, az mindegyik valami tengermentésről szólt, koralszirteknek a mentéséről, ami azt akarja, hogy mondjuk Tanzániában az volt a baj, hogy ott dinamittal halásznak a halászok, tehát bedobják a dinamitot, az a víz alatt ugye felrobban a nyomástól. Nagyon sok helyen ez tiltott. Hát ez minden, mindenhol tiltott. Tehát, hogy ez egy ennyi nem etikus. Bocsánat, hogy megszakítottam. Nem. Tanzániában. Tehát, hogy felrobban a víz alatt, és a nyomás, vagy ez a lökés hullám, ugye halakat az felhozza a felszínre, így aztán a halászok könnyen összegyűjtetik a halakat. Viszont ez a nyomás hullám az minden tönkre tesz a tenger alatt, ahova ugye bedobták ezt a dinamitrudat. Így aztán a koralszirtet is, vagy a koralt is répityára töri, és azt tudni kell, hogy mondjuk egy koralszirten maga egész a tápláléklánc, meg a mindennek az alapja maga a korallok. Tehát, hogy vagy abból táplálkoznak az ott élő állatok, vagy lakóhelyül szolgálnak, és ugye ezek, ha széttörnek, akkor se lakóhely, se kaja. Innentől aztán aki teheti, az ott hagyja azt a területet, innentől lesz egy ilyen holdbéli táj. És akkor azt csináltuk, hogy a letört kis darabok, amik még élnek, azokat kellett összegyűjteni, és akkor a tanzániai kis falusi asszonyok fontak kókuszból, kókuszrostból ilyen egészen hosszú köteleket, tehát ez kókuszrost kötél kellett, és akkor ezekbe a kötelekbe tettük bele ezeket az apró kis koraldarabokat, és felfűztük a tenger alatt, azt is meg kellett építeni egy ilyen, úgy néz ki, mint egy fregoli, tehát ilyen ruhaszárító, csak épp víz alatt. Tehát, de persze sokkal nagyobb, tehát hogy ilyen fél foci pályányi. És akkor nagyon sok ilyen kókuszrost kötél lóg rajta, amiben ugye nem tudom, 10 centinként ott vannak ezek a kis darabok, koraldarabok, és akkor ott hagyják ilyen nagyjából 9 hónapig őket, amíg meg nem nőnek ilyen öklömnyi darabokra. És aztán utána ezeket kvázi leszüretelik, vagy annak is mondhatjuk, és akkor ilyen víz alatt kötő mindenféle ragasztóanyagokkal visszarakják a szirtre. Aztán akkor és onnantól... És tovább tud fejlődni? Onnantól tovább? Hát, ha csak... Ha nem, megint a helyi, az rárakja 20 kilós dinamitot. Igen, az a helyzet, hogy azért nem jön oda helyi, mert hogy ott onnantól kezdve nem tudnak halászni, hiszen nincs hal. Tehát, hogy azt ők is tudják, hogy... azon a helyen azt ott tönkretették. És aztán hát azzal tudjuk ezt ugye csökkenteni, nem csak azzal, hogy visszarakosgatja az ember a korallokat, hanem az, hogy el kell menni ott a helyi falvakba, és akkor a halászokat egy kicsit, nem tudom, arra ösztönözni, meg felvilágosítani, hogy hát ha így csináljátok, akkor jövő héten nem lesz mit tenni. Meg ugye az az ijesztő, hogy most a dinamitot bedobni, meg összeszedni a halakat, az egy óra. Viszont a korall, mire visszanő, az 9 hónap. Hát a 9 hónap az csak az öklömnyi, az sok évtized, mire visszanő. Vagy egy óra alatt mennyi kárt tesznek. Hát igen. Azt olvasni mindenhol, hogy vagy nem is olvasni, hanem mindenki tudja szerintem, hogy szinte az összes lehetséges módon pusztítjuk a világunkat.
És azon a kérdésem, hogy milyen következményekkel nézhet szembe a világ, hogyha felborul a vizek élővilágának az ökoszisztémája? Hát egyrészt ugye a tengerek azok több milliárd embernek adnak munkát is, élelmet is. Ha most azt a túlhalászással, meg ilyen hasonló destruktív módokon tönkretesszük, akkor gyakorlatilag eltűnik az élelmük. Tehát, hogy se nem lesz halászati ipar, mert hogy nem fognak, ilyen már előfordult egyébként, tehát hogy Észak-Európában annyira túlhalázták, nem tudom, a lazac. Hát például, hogy egyszerűen összeomlott az állományuk, és akkor utána ott álltak a halászok, hogy akkor most aztán innentől mit csináljunk. És ez visszafordítható? Hát attól függ, mikor veszik ezt észre, és tehát hogyha ilyenkor azt szokták, hogy ilyen kvótákat határoznak meg, hogy mennyi hal fogható ki egy évben, vagy meghatározzák azt, hogy milyen méret alatt nem lehet kifogni, vagy mondjuk éppen most a nőstények, akik ikráznak, azokat most éppen nem lehet, akkor ezzel hát sajnos talán meg lehet. Csak amilyen az ember ezt ott kerüli ki, ahol tudja. Hát, csak ez olyan szomorú, hogy miért nem gondolnak bele a jövőbe, vagy miért nem tudunk a jövőbe játszanak látni, miért magunk alatt vágjuk a fát? Hát ez egy jó kérdés, szerintem az ember az, nem tudom, ez sokszor ilyen, tehát aggasztó, hogy nem néznek annyira előre, hogy hát majd a gyerekem is majd egyszer föl kéne, hogy nőjön, és igen, mondjuk itt kéne, hogy halászon. De még a gyerekére se tud előre nézni, tehát hogy még a gyereke idei, még talán az megy a legjobban, de hogy a unokára, meg ezekre, meg már főleg már mindegy. Hát főleg mondjuk ott Afrikában ezek a iszonyú szegény halász emberek, nem is mindegyik halász, tehát hogy a belső területekről, vagy akár másik országból, ahol mondjuk háború volt, vagy bármi szárazság, és akkor arra kényszerült, hogy átjöjjön tengerpartra, és akkor, na, akkor valamiből, vagy valamit csináljunk, hogy legyen mit enni, és akkor elment hát ilyen kalóz halászni. Uh-huh. Azok nem gondolnak bele, azoknak tényleg az van, hogy én ma meg tudja metetni a családom. Tehát, uh-huh, hogy olyan szempontból, hát nagyon rossz helyzetben vannak, uh-huh, persze. Ilyenkor aztán nehéz azt mondani, hogy hát de az unokád majd nem, igen, fog, tehát hogy ő erre igen, nem nagyon figyel. Nehéz ügy, tehát. Mit tudunk például, úgymond mi átlagsz, ami Pistika a Deák téren lakik, mit tud tenni ennek érdekében? Hogyan tud segíteni? Hát most nem csak erre a dinamitos dologra gondolok, hanem ugye dobálj dinamitot. Valaki megnézi mondjuk a Seaspiracy filmet, gondolom láttad te is Netflixen, nagy felháborodást okozott, hogy és az eldönti, hogy ő segíteni akar ezen, vagy hogy valahogy személyes teren, bárhogy. Hát hogyha mondjuk nem vagy ennyire tengerhez kötve, tehát hogy mondjuk itt nálunk, uh-huh, hogy mit lehet csinálni. Ha nem eszünk halat, az segít? Hát például volt egy, mikor volt, a 90-es években volt például egy olyan mozgalom, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amikor az egyik repülőjáratnak a biznisz osztályán szolgáltak föl cápahuszonylevest. Uh-huh. És akkor indítottak egy ilyen petíciót, hogy vegyék le az étlapról. Uh-huh. Ugye ezzel próbálva, uh-huh, minél kevesebb cápát veszel, hát annál kevesebbet fognak ki, és aláírogattuk, és le is vették az étlapról. Uh-huh. Tehát, hogy lehet ilyesmivel is. Van még tehát ilyen petíciókra érdemes vadászni, és akkor lehet, hogy hát azzal segítheted? Vagy... Hát segítheted biztos azzal is. Azzal is segítheted, hogyha fogod magad, és önkéntesként egy jó kis kalantúrának is beillik, uh-huh, beáll az ember, és most mit tudom én, a tengeri füvet telepítesz, uh-huh, vagy korallszirtet mentesz, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy azzal is lehet segíteni. És szerinted full őszintén van ebből még visszaút az emberiségnek a jelenlegi beállítottságával? Hát ezt, ha én tudnám, akkor nem tudom, hol ülnék, de nem tudom. Én persze reménykedem abban, hogy belátják, és akkor még visszafordítható a dolog. Hát ez nehéz megmondani, hogy most a jövőben ez hogy fog alakulni. A szemét az érzékelhető a tengerbe? Tehát, hogy ugye arról is sok filmet látni. Az már nagyon régen, hát annyi, hogy a Mariana árok, ahol ugye hárman voltak összvisz, uh-huh, az egész emberi történelembe, ott is találtak műanyagot. Tényleg, az, tehát hogy ahol aztán tényleg nem gondolnak, ide nem jut le semmi, még ember se, és akkor ott van a műanyag. Amiket én láttam,
szinte még 90-es években volt egy ilyen világméretű korall kutatással a szirteknek az egészségi állapotát mértük fel, és azt gondolnád, hogy nem tudom, az Indiai óceán kellős közepén, vagy egy eldugott kis szigeten, és akkor itt, na hát itt aztán minden csillivill és, mm-hmm. és hipertiszta, ott is a víz alatt a, nem tudom, a ceruza elemtől kezdve bármi is volt, sőt, voltam, az még Malajziában volt egy olyan sziget, ami hát pekjük volt, mert hogy minden reggel az áramlat, a tengeráramlat, az nem tudom melyik országból, de hogy az Ázsia, tehát ez a kontinensről gyakorlatilag mázsányi szemetet így oda pattintott a partra, és akkor a szigetnek a személyzetének az volt a reggel, kora reggeli dolga, hogy akkor mentek gerebjékkel, meg zsákokkal, meg mindenek, és akkor összeszemetet összeszedték hatalmas nagy zsákokba, akkor nagyon szép volt a part. Nem, hát elvitték, na de másnap reggelre ugyanúgy jött a következő szállítmány, tehát egy őrületmennyiségű szemét van. Most erre van van egy ilyen non-profit cég, aki elkezdte egy összegyűjteni a felszínen garbage lévő? Patch, nem tudom, hogy van magyarul, ahova így az áramlatot így a szemetet, és ők kezdték el felszámolni ezt a műanyag mennyiséget, meg hát minden szemét mennyiséget, és ha jól tudom, most a napokban értek el 100 000 kg-ot, és akkor nem tudom pontosan mennyi, hát még nagyon keveset szedtek össze, de hogy szép, hogy így valami haladás van e téren. Abszolút jó kezdeményezés. Annyi, hogy ugye ez a tehát a tengeráramlatokba belekerülnek ezek a mindenféle, főleg műanyag vagy műanyag származékok, és akkor gyakorlatilag meg is tudják kerülni akár a földet. Tehát, hogy volt azt hiszem egy ilyen gumikacsás történet, hogy beborult egy, nem tudom honnan, egy konténerről, és aztán az északi sarkon is volt gumikacsa. Na mindegy, tehát hogy nagyon messze el tudnak jutni. Mondjuk ezzel a módszerrel ugye a tenger felszínéről, tehát a felszínén lebegő műanyagot, vagy igen, bármiféle szemetet tudják lehalászni, ami tényleg szenzációs, meg tök jó lenne, ilyenből lenne nagyon sok, de van egy csomó műanyag, ami egyrészt mondjuk már nem a felszínen van, hanem víz alatt, és akkor ott akár a teknősök, a delfinek, de minden a tengeri madaraknak a gyomortartalma az tele volt, kupaktól kezdve, nem tudom, mindenféléig, amiben persze előbb-utóbb elpusztulnak, mert elzárja a bérrendszerüket, illetve nagy kárt tud okozni a mikroműanyagok, ami ilyen hálóval ki se szűrhető, mert ezek már, mint a nevük is mutatja, tehát nagy mikroszkopikus méretűek, de ez beépül a adott állatoknak a szervezetébe, ami aztán ugyanígy hát különböző betegségeket okoz nekik, persze, és hát a halálukat. Ezek a mikroműanyagok, ezek azok, amik például, hogyha egy PET palac sokáig vízben van, akkor lefosztik róla. Szétmorzsolódik, igen, egész kis darabokra, és akkor ebből. Csak hát meg ezzel ellen meg nem lehet már semmit csinálni, nem? Ilyen mikroműanyagokkal. Tudomásom szerint még úgy nem találtak erre ki hasonló ilyen összegyűjtő szerkentyűt. Az ilyen helyekre kéne vinni ezeket a dinamitos rácokat, nem? És akkor ott mit csinálnak? Hát a műanyagot szétdinamitozza. Hát az a rosszabb melló, de akkor még több mikro... Akkor még inkább halak túl. Ugye mindig olvasni arról, hogy ugye a tengerszint emelkedik, és hogy pont emiatt is kell kordába tartani valamennyire a globális túlmelegedés, mert hogy olvadnak a jégsapkák, és ez mihez tud vezetni hosszú távon? Tehát, hogy ezt is kutatja, ezt is a tengerbiológia kutatja, hogy mennyire emelkedik a tengervíz? Hát persze, maga ez a globális felmelegedés miatt egyrészt ugye emelkedik persze a tengerszint, aminek mondjuk a közvetlen következménye lehet az hogy bizonyos területek, amik nem túl magasan vannak a tengerszinthez képest, azok mondjuk eltűnhetnek. Illetve nagyobb hullámok jobban elérik a partokat, tehát hogy a partmenti településeket, vagy akár a partokat, ott sokkal jobban pusztítja. A nagyvárosok nagy része meg partmenti, úgyhogy... Hát igen, tehát hogy előbb-utóbb elképzelhető, hogy olyan városok, amiket eddig nem fenyegetett annyira ez a veszély, az előbb-utóbb eléri majd a tengerszint, de ez csak az egyik, nem is tudom, hatása. Uh-huh. Mondjuk ami
ami talán fontosabb, vagy legalább ennyire fontos az, hogy a tengervíz ugye felmelegszik, és még szintén a 97-ben voltam egy ilyen korallszirt kutatáson, ahova kimentünk, az tényleg egy ilyen nagyon gyönyörű, egészséges korallszirt volt, millió hallal, és aztán a következő évben, amikor kimentünk ugyanoda, akkor gyakorlatilag egy ilyen írtózat nagy pusztulást vettünk észre. Ez nem dinamitos, vagy nem a dinamitnak volt köszönhető, hanem a felmelegedésnek, hogy jött egy, úgy hívják, hogy El Niño, az egy melegebb tengeráramlat, és akkor több héten keresztül ilyen 3-4 fokkal megemelkedik a tengernek a hőmérséklete, és mondjuk maguk a korallok ezt stresszként élik meg. Tehát, hogy a bizonyos szintet még kibírnak, de ha nem tudom, hosszabb időn át tart ez a felmelegedés, akkor elvesztik a szöveteikben lévő algákat, kifehérednek, mert hogy amúgy a fehér korall, amire azt gondolod, hogy ez a természetes színe, nem az a természetes színe, az már a halott, vagy haldokló, vagy haldokló korall, így van. Szóval elveszítik az algáikat, és akkor kifehérednek. Ez egy nagyon nagy gond most az óceánokban, mert hát egyre gyakrabban, tehát ez a 90-es évektől kezdődött, nem minden évben volt, de most már egyre gyakrabban van ilyen, és ha elpusztult a korall... Meleg áramlatok vannak egyre gyakrabban? Igen, igen, igen. Tehát hogy ez a melegedés, ez ott érzékelhető. És akkor tehát ez ellen is valahogy megpróbálnak küzdeni, hogy ha ott elpusztul a korall, akkor ugyanúgy ugye nem lesz élelem azon a területen, innentől vagy éhen pusztulnak az ott élő állatok, vagy elmennek valahova. Tehát ez is nagy gond, illetve a légkörbe kerülő széndioxid, ugye egyre több kerül a légkörbe, ettől is melegszik a Föld. A lényeg az, hogy ezt a széndioxidot, a nagyon nagy részét, azt a tenger elnyeli. És hát ennek köszönhetően a széndioxid meg a víznek a reakciója miatt savasodik az óceán vize. És minden olyan állatfajra, ami mészvázú, tehát a korallok, a csigák, a kagylók, ez a savasodás, a sav az oldja ezt a mészvázat. Tehát, hogy egyrészt ettől pusztulnak, sokkal kevésbé tudnak fejlődni. Tehát, hogy ilyen káros hatása is van. Ez olyan érdekes, mert ugye az ember ugye arra gondolna, hogy most a hajóznak, a benzin, meg a nem tudom mi károsítja a vizet, de hogy olyan dolgok is károsítják, amiknek semmi közük nincsen. Hát szóval, hogy az autók is konkrétan tönkreteszik a mellette az óceánpartot. Hát igazából azért, igen, de én azt olvastam, hogy itt az autókat szabályozzák nagyon, hogy most Euro 6, meg nem tudom milyen törvényeknek meg kell felelni, igen, hogy minél kevésbé szennyezzék a légkört, mindent, viszont a legjobban, amik szennyezik, azok a nagy hajók, amik a tengeren bent mennek, a nagy konténerhajók. Most már nem is azok, nem, mert azok visszavettek valannyira, tehát most már lassabban haladnak ők is. Hát nem az, hogy nem is lassabban, amivel mennek, hogy hát a dízelmotorokkal megy, de hogy olyan dízelmotorok a legbutítottabbak, hogy olyan dolgokat tudnak, tehát nem egy jó dízel hajtja, hanem olyan anyagok, sajnos nem tudom pontosan, hogy milyenek, amik brutálisan, tehát egy nagy hajó, azt hallottam, hogy egy nagy hajó egy országnak amit az autók kibocsájtanak... Éves szinten, vagy országos szinten? Tehát, mi ez? Káros anyagokat, igen. Azt egy nagy hajó, azt egy utat meg ki. Hát elképzelhető, de hát igazából tehát maga az ipar az, ami ezt a széndioxidot ugye a környezetbe juttatja. Ennek egyébként például tehát ugye azt tudjuk, hogy az erdők viszont ezt a széndioxidot vagy legalábbis egy részét ugye megkötik. Fotoszintézis útján ugye ők beépítik a kis szervezetükbe. Csak azt is írtjuk. Hát most igen, már az a baj, hogy... Igen, viszont azt talán kevesebb, ezt úgy hívják, hogy zöld széndioxid rendszer, mert hogy erdők, tehát hogy ez zöld, de van kék széndioxid rendszer, amit viszont kevesebben tudnak, hogy vannak olyan tengeri ökoszisztémák, amik majdnem 10-szer annyi széndioxidot kötnek meg, mint itt az erdők. Oh. És ez a mangrove erdők, a sósvízi mocsarak, meg a tengeri fű
mezők, aha, mondjuk, ugye ez a víz alatt van. A lényeg az, hogy ők sokkal-sokkal hatékonyabban kötik meg. De levegőből? A levegőből kötik meg, aha, így van, a levegőből aztán megkötik. Sőt, az a helyzet, hogy a fák is az a leveleikbe, szárukba tárolják ezt a széndioxidot. Uh-huh. Mondjuk a mangrove, az nem csak szintén a levelébe, szárába, gyökerébe tárolja, de nagyon sokat bejuttat az aljzatba, a tenger, uh-huh, alatt az aljzatba, és az a széndioxid az akár több ezer évre is kivonódhat a körforgalomból. Ezért sokkal, sokkal hatékonyabbak az ilyen széndioxid megkötésben, tehát hogy igazából baromi fontos szerepük lenne a üvegházhatásnak, uh-huh, a csökkentésében, csak hát természetesen az emberek ezek a mangrove mocsarakat, azokat, hát nem mocsarak, mangrove erdőket, uh-huh, azokat persze írtja, mert hát miért is ne. És hát van most már persze egy jó néhány olyan projekt, ami megpróbálja visszatelepíteni. Nem csak ez a szerepük, tehát hogy nagyon, uh-huh, sok olyan szerepe van mondjuk a mangrovéknak, ami nekünk pozitív, tehát illetve nem csak nekünk, van az élővilág is, az élő megtelepszik, hát oda. Nagyon sok állatnak és növénynek az ott az élőhelye, vagy bölcsőhelye, uh-huh, tehát mondjuk a cápák, bizonyos cápafajok ott kölykeznek, és a, uh-huh, kis cápák azok biztonságban ott nevelkednek egy darabig, majd aztán utána kiúsznak a nyílt vízre. De azon kívül ezek az erdők, mit tudom én, egy ilyen 100 méter széles mangróves sáv, hogyha jön mondjuk egy nem tudom, hatalmas nagy vihar, és jön a hatalmas nagy hullám, annak a 60%-át az erejének leköti. Tehát aztán a partot már nem éri el, és mondjuk ott nem, aha, pusztít el mindent. Wow. Tehát, hogy iszonyú fontosak ilyen szempontból is. Aha. Fú. Hát nagyon. Szerintem ez kibeszélhető. Összetett ilyen azért nagyon. Ez még összetett, nem csak itt hogy nem megyünk egy GoPro-val a szápákat filmezünk, hanem azért ez... Igen, ez nagyon összetett, tehát hogy itt nem tudom, napokig is lehet erről beszélni. Én még csak nagyon szívesen beszélgetnék, csak nem akarjuk az idődet rabolni. Neked milyen célkitűzéseid vannak a jövőre nézve? Tehát mik a mostani terveid, projektjeid? Hát most, amit elkezdtem projektet, és ez egy ilyen remélhetőleg több évre kitartó célkitűzésem, hogy a gyerekeket, tehát a jövő generációját bevonni ilyen tengermentésekbe. Ez úgy ötlött fel bennem, hogy amikor ugye telepítettük vissza ezeket a korallokat, akkor hát amit beszéltünk is, hogy azt, amit én most itt visszatelepítek, az majd évtizedek valamikor múlva lesz, csak abból valami. Tehát azt már vagy a gyerekem, vagy az unokám fogja látni, és akkor arra gondoltam, hogy hát, hogyha ők fogják látni, hát akkor vonjuk be őket is. És akkor meg az unokák, és akkor így szépen sorba. Így van, és akkor hát most az egy projekt, hogy gyerkőcöket, persze szülőkkel együtt, vagy anélkül, attól függ, hogy hány évesek, mert ez inkább ilyen általános iskola felső tagozat, vagy gimnazistákat inkább vonnánk ezekbe be. Úgy vannak kitalálva projektek, hogy nem is muszáj búvárkodni hozzá, uh-huh, tehát hogy olyan mélységben vannak ezek akár korall visszatelepítés, vagy tengeri fű telepítés, ami szabad tüdővel végrehajtható, lehet persze búvárkodni is, hogy a gyerekeket vonjuk be. És van ez valami weboldalad? A weboldalunkon már ott az első kis út, amit hát úgy is találtunk ki, hogy az őszi szünetben, tehát hogy ne hiányozzanak a gyerekek lehetőség szerint a iskola évből, úgyhogy... Berakjuk a leírásba. Ezt akartam, hogy akkor ezt a leírásba, persze. Ezt megtaláljátok a leírásba. És akkor ez inkább hazai szinten van, vagy ez is nemzetközi szinten? Ez nemzetközi, bárhonnan jelentkezhetnek, mondom, ugyanúgy szülők vagy gyerekek. Aha. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Attól függ. Én szívesen lennék. Menjünk. Gyertek. Nem, felső tagozatosként. Tehát, hogy nincs korhoz kötve. Aha. Tehát, hogy most a szülőket csak azért mondtam, hogyha most jön egy, nem tudom, 14 éves gyerkőc, akkor lehet, hogy ezt nem engedi el Afrikába az anyuka, a puka, hanem akkor eljön. De mondjuk egy gimnazistát már lehet, hogy azt mondják, hogy ez egy tök jó kaland, és egyébként meg azon kívül, hogy most ott tényleg egy jó célt szolgálsz, iszonyú izgalmas, mert olyan erdőbe
lakik az ember, ahol a majmok a társasága, meg majomkenyérfa tetején laksz, meg hasonló. Ha úgyse voltunk még együtt hárman. Egyszerre nyaralni, vagy nyaralni. Lehet, hogy újra megtetszen a búvárkodás. Uh-huh. Nekem az egyébként célom, én szeretném valahogy, mert az ott szerintem iszonyú nagy hibát követett el az oktató. Nem, egyszer, hogyha tájföldön vagyok, 5 méterre szívesen lemegyek, és akkor ott meg meleg is a víz, nem is azon, hogy valahogy ezt vissza kell szereznem, mert egyszerűen nem akarom így ezt ennyibe hagyni. Hogy... Szerintem tényleg az kell, hogy nem is tudom, fogd magad, keres egy jó oktatót. És akiből bízol is azzal. Igen. De milyen durva, hogy egy hülyeséget csinál egy oktató, és egy akár egy észre. Igen, egyébként ez tényleg borzasztó. Meg tudja bélyegezni. Igen. Majd én segítek. Aha, nem biztos, voltunk együtt búvárkodni, de te is. Én még nem búvárkodtam, de nekem nagyon nem tetszett. Na mindegy, hát köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltál. Tényleg a weboldalt megtaláljátok a leírásban, és a következő adásban találkozunk. Karát Emil volt itt velünk. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.